A francia vasutaknál a maximális sebesség 360 km/h. A németeknél 300, itthon 160-nal mehet a leggyorsabb vonat, két vonalon elvileg. Gyakorlatban csak az egyiken a Hegyeshalmin. Közben Európát elárasztották az olcsóbb magánvasutak, amelyek jó előre, akár harmadáron kínálnak fapados jegyeket. De itthon a következő 10 évben biztosan nem lesz ilyen, és utána sem. László Pál vonatozott. Így néz ki, és így hajt egy francia vonat, nem személy. És ilyen a nyugatiban a szegedi gyors. Szembeütlő a különbség. Anikó 7440 forintért váltott jegyet erre a vonatra, Szegedre tart. Az érzései pedig? Hát vegyes. Sokat lehetne javítani a szolgáltatáson. Zsúfoltak a vonatok, magas a jegyár. Nagyon sokat kellene, néha pontatlanok, sok a késés. Kevésbé informálnak minket. De Nyugat-Európában sem fenékig telj fel a vonatozás. A HVG gyűjtése szerint Berlinből a több mint 250 kilométerre fekvő Hamburgba vonattal kedvezmények nélkül rendes áron 59 euróba, mostani árfolyamon több mint 18 ezer forintba kerül egy jegy. Csak oda. Vagyis a szegedi több mint 7000-es ár nem is tűnik soknak. De kihozható ez alig 9000-ből is, mert mostanában Németországban egyre jobban elterjed az úgynevezett fapados vasút. De nem csak ott. Van már ilyen a franciáknál, de még a szomszédos szlovákoknál is. A lényeg pedig az előrefoglalás. Ha valaki akár hónapokkal előbb kifizeti a jegyét, akkor sokat spórolhat egy kilométeren. Németországban a 72 forintos átlagos kilométerdíj így akár 37 forintra is eshet, még a franciáknál akár 21 forintért is utazhatunk, akár egy szupergyors TGV-n. De Szlovákiában is 6 forinttal lehet olcsóbb egy kilométer így. Itthon nincs ilyen szolgáltatás, hiszen nincs is olyan magáncég, amely itthon szolgáltathatna. Donner Lajos, a VEKE elnöke szerint azért nincs ilyen lehetőség itthon, mert nem liberalizált a piac. Vagyis jelenleg csak a MÁV és a GYESEV üzemeltethet személyvonatokat. És a következő 10 évben ez így is marad, mert pont most kötött az állam ezzel a két céggel kizárólagos szerződést. Ezt egyedül Magyarországon csinálták meg az egész Európai Unióba, mindenhol máshol lehetőség van arra, hogyha csak külön területenként vagy egyes vonalanként, de megjelenhessenek más szolgáltatók, amely kikényszeríti egyébként azt is, hogy az állami vasút is magasabb színvonalon működjön. Ezt láttuk a Deutsche Bahn esetében, illetve az osztrák államvasutak esetében, hogy amikor megjelentek a magánszolgáltatók, akkor kénytelenek voltak összekapni magukat. A MÁV szerint azonban nem ilyen egyszerű a dolog. Szabó Anett azt mondja, nem csak azért nem jönnek a magánvasutak, mert nem lehet. Olyan bonyolult ugyanis az árszabás, hogy egyszerűen nem éri meg. Azt tudni kell, hogy a teljes áru menetjegy sem fedezi a adott közlekedésnek az összes költségét, ezért van szükség arra, hogy az állam még a bevétellel nem fedezett költségeket is megtérítse a vasúttársaság számára. Ezen felül még az is fontos, hogyha valaki kedvezményt vesz igénybe, akkor pláne nem fedezi az utazásának a költségeit, a tényleges valós költségeket, és ezt is az állam kiegészíti 100%-ra, tehát mintha teljes áru menetjegyet váltott volna valaki. Például ezt a rendszert is rögzíti a mostani 10 éves közszolgáltatási szerződés. Vagyis ha jönnének a magántársaságok, akkor az sokkal drágább lenne az utasnak a MÁV szerint. Viszont lehet, hogy gyorsabb. Az említett országokban ezek a maximum sebességek. A franciák mehetnek akár 360-nal is, a németek megelégszenek 300-zal, a szlovákoknál pedig 160 a maximum, ahogyan nálunk is. Igaz, itthon csak két pálya tudja ezt, a Budapest-Hegyeshalmi, illetve a Székesfehérvári viszonylat. Csak ez utóbbi még soha nem ment ennyivel a vonat, mert a pálya ugyan alkalmas, de a kiegészítő berendezések nem. László Pál, Hír 24.